Zsúfolásig megtelt a művelődési ház udvara Dunaszekcsőn a hétvégén. A Kapos Szekcsői Fúvós Egyesület, a Bátaszéki Ifjúsági Fúvós Zenekar, a Pomázi Önkéntes Tűzoltó Zenekar, a Dunaszekcsői Fúvós Zenekar mind színpadra léptek. A szigetvári Zrínyi Miklós Fúvós Zenekar vezetője elmondta, tavaly ünnepelték 35 éves jubileumukat. A szigetvári zeneiskola tanulóiból alakultak annak idején 17 fővel. A jubileumra már 50-60 tagot számoltak. Most jelenleg egy kisebb csapattal tudtunk eljönni ide erre a Dunaszekcsői Fesztiválra, ez azt jelenti, hogy 33-34 fő lesz most a zenekarban, és hát ilyenkor természetesen az ember a közönségnek játszik, és lágerzenéket, filmzenéket, népszerű operetteket esetleg, mint már ma is hallottuk, tehát ez a lényege a dolognak, és nagyon nagy örömmel jöttünk, és örömmel muzsikálunk, és örülünk, hogy ilyen jó az idő, és a közönség pedig tényleg nagyon élvezi a zenét. Augusztus végén tartják mindig a fúvós találkozót. Idén 5. alkalommal léptek színpadra Somogy Tolna és Baranya zenekarai. Ami állandó, az nálunk a Pomáz és a Kaposztacső, mert a Kaposztacső ezt a testvéri kapcsolatot alakított ki a két kisebbségi önkormányzat, és gyakorlatilag is a zenekar is azóta ilyen testvéri kapcsolatát ápolunk. Pomázza meg hát valamilyen szinten összejöttünk, és azóta mindig ők jönnek minden évben, és akkor mindig szeretünk új szereplőket is, volt nálunk már Siklós, most idén itt van a Szigetvár, beszéltünk már Vaskúttal is, meg akkor volt az Alte Kameráden, volt a Somberek, volt, hát mindig próbálom másik zenekarokat is hívni. A Dunaszekcsői Fúvósok Egyesülete nemzetiségi kulturális pályázaton nyert 1 millió forintot, amelyből a sátorállítást, a zenekarok utaztatását, a tagok étkeztetését, a vendégek fogadását finanszírozta.